A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Jó reggelt ismét, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Szerda reggel van, 4-8 pult, pár perce a stúdióban Ács Gábor. És Kede Balázs. 06302010909 az SMS és WhatsApp számunk kérdezi Erika, hogy van-e napismúz, van. Szeretném, ha az éter hullámain keresztül megdicsérnétek lányomat Veronikát, aki 12-es orvosi egyetemre készül, teljes erőfeszítéssel tolja a biológiát és a kémiát ezerre. Pénteken lesz a szalagavatója, amire mindent ő szervezett meg magának, és közben a barátnői és osztálytársai lelkét is van ideje ápolni. Kedves Veronika, gratulálunk ez a kimagasló teljesítményhez, csak így tovább. Na, az van, hogy egy olyan tőzsdei cégről fogunk beszélgetni, amiről csak kevés említés esik, itt nálunk legalábbis spekuláns körökben nagyon szeretik, mert jó nagyot tudott emelkedni, és úgy néz ki, mintha mindenhez értenének. Ugye ezt fogjuk megnézni. Bucski Péterrel, a G7.hu újságírójával. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Lehet, hogy rögtön a nevével kell kezdeni, mert hallottam már ott vannak, talán ez a legutóbbi az, ami használatos, ugye? Így van, mind a kettőt jelenti, ugye, hogy OTT-vel foglalkozik alapvetően a cég, és hogy ott van, gondolom, ez ilyen szójáték. Igen, ott van a szeren. Na, nézzük akkor, hogy mit tudnak ők, ugye árfolyam tekintetében, vagy első szárnyaláson van túl a szokásos történet, amiben a spekik belekaptak, beleharaptak, egy-két hír, és sűrítően tudja hajtani az árfolyamot, mostában ez megy. De mit csinálnak ők valójában, és mitől ilyen népszerűek? Mi van a háttérben? Hát szerintem kiválóan értenek a tőzsdei kommunikációhoz. Rengeteg bejelentkezés érkezett ettől a cégtől. Ugye itt a kolumbiai hadsereggel történő szerződéstől, amerikai parkolóüzemeltető, afrikai egészségügyi adatbáziskezelés, akkor a Sony-nak videóplatformot készítettek, részt vettek egy új klaszter alapításában, tehát tényleg egyszerűen minden blockchain-nel foglalkoznak, de alapvetően, hogyha megnézzük a cégnek a beszámolóit, akkor az látszik, hogy zárbevételnek a több mint a fele az videó streamingből érkezik. Emellett van fejlesztés, média elemzés, marketing és IT security, amik kb. 20-25%-ot adnak, és ami érdekes volt, az, hogy igazából ugye ez egy IT cég, de alapvetően külső szolgáltatásokat értékesítenek tovább, hiszen a beszámolóból azt láttuk, hogy 83%-ot tesz ki az anyagköltség, ehhez képest a saját személyi jellegű ráfordítás, tehát amit ugye költségként megjelenik a cégnél, az elég alacsony, de ez mondjuk abból fakad, hogy 21 fő a bejelentett munkavállalói létszám, mert elmondták, hogy azért van egy 100 fős programozó pool, akivel dolgoznak, ezt ugye elég nehéz a hivatalos beszámolóban ellenőrizni, ez nem terül ki. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert ugye jelenleg az értékeltsége alapján nagyjából ilyen 54-szeres éves profitra értékeli a tőzsde vállalatot, ami technológiai cégeknél nem mondom, hogy nagyon meglepő, előfordul ilyen, de ez nagyon nagy növekedést kell produkálni. Ahhoz képest, hogy nem saját fejlesztésűek ezek szerint ezek a dolgok, ahhoz képest ez egy picit ideálisnak tűnik. Hát ugye, nem csak a profit, az érdemes nézni azért, mert 7 milliárd fölött értékeli a piac azt a céget, aminek a tavalyi évben 1,1 milliárd forint volt az árbevétele, és az idei évben, az első fél évben mondjuk nőtt az árbevétel egy fél évre 1,1 milliárd forintra, nagyon szép, és ugye azt látszik, hogy az árbevételnek egy jó része nem folyik be a céghez, konkrétan 1 milliárd forint körül van a vevői követelés a 2018-as más első fél évben, és ez ugye azért elég jelentős tétel, tehát ezek a
kiállít, tehát elvézik a szolgáltatást, kiállítják a számlát, és akkor úgy néz ki, ezek a partnereik, ezek nagyon lassan fizetnek. Látszik valami olyan, ami olyan fejlesztést hozhat, ami miatt utolérheti az árbevétel és a profit ezt a magas árazást, vagy inkább az árazás fogja majd utolérni a valóságot, és esetleg kidurranhat az árfolyam? Hát ugye azért a budapesti értéktőzsdén sok olyan céget látunk, ami semmit nem csinál, és emellett van árfolyama, ehhez képest ugye foglalkoznak valamivel, és azért az látjuk, hogy a videó streaminggel tényleg a Telenornak dolgoznak, ugye hosszabb ideje, a Sony-nak és a TV2-s Spirit TV-nek, de ugye azért az nem látszik, tehát a növekedés az az kellene, hogy azért a cég kimozduljon Magyarországról és szerezzen jelentős árbevételt. Ugye azt a beszámolóból azért nem nagyon derült ki, hogy ezek a külföldi megbízások mennyi bevételt hoznak, mert 2017-re még nem volt jelentős ez az export árbevétel, de ami érdekes lenne ehhez az, hogy legalább nem tudom, a régióban vagy valami más piacon valóban szerezzenek új nagy bevételt, és ezt eddig nem láttuk, mert ezek a nagyon jól hangzó bejelentések azért alapvetően együttműködésekről szóltak, például egy Asura nevű Londonban bejegyzett magyarok által vezetett cég megállapodtak, hogy értékesítik a licenceket, de hát ez elég néz beárazni, hogy ennek valós piaci értéke van-e, vagy mondjuk amikor egy dubai céggel megállapodnak, hogy ők lesznek a partnerek, és 2,3 millió dollárért értékesítenek blokklánc alatt IT biztonsági modulcsomagot, és ez a cégről annyi látszik, hogy be van jegyezve egy elég nagy irodaházba, ahol rengeteg kicsi cég van, de se honlapja nincsen, semmi nem található fel róla, akkor azért ugye nehéz azt gondolni, hogy ebből mindenképpen óriási biznisz lesz. Jó, hát nem sokára eljön az igazság pillanat, a heteken belül meglátjuk az éves jelentést. Csak nagyon gyorsan, olyan őket nem hozták kapcsolatba valamelyik kormány közeli vállalkozóval, mert ezt szoktam én megdobni az árfolyamot, hogyha elterjesztik a pletykát. Nem hallottam, viszont most már NATO beszállító minősítésük is van. Világos. Jó, nem sokára okosabbak leszünk, megmutatják a számok. Péter, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről a cégről. Jó munkát, szép napot! Köszönöm. Szia. Köszönöm. Hucski Péterrel, a G7.hu újságírójával beszélgettünk az Ottvan NRT-ről, pont azért, mert mi az egyik tőzsdei említjük, de igen, komoly. Akinek? Árfolyam. Akivel kapcsolatban fölmerült, hogy vajon mi indokolhatja az árfolyam szárnyalást. Igen.